Azt szeretnék, hogyha nem fogadnák el ezt a nyelvtörvényt, mert végül is az én meglátásom szerint Zelenszky támogatói döntő többsége elítéli ezt az identitáspolitikát, ezt a nyelvpolitikát, amit folytatott, és folytatni kívánja a jelenlegi kormányzat, ez teljesen nyilvánvaló, mint az, hogy a kpt magyarság is természetesen ez ellen van. Jó lenne, hogyha más kérdésekről lenne a közvita, nem olyan kérdésekről, amelyek megosztják az ukrán közvéleményt, azonban ez Poroságnak nem volt érdeke a múltban sem, nem az a jövőben sem. Egy olyan elnök, aki ö, 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 olyan leköszönő elnök. A, amelyről a, az ország lakossága ilyen lesújtő életet mondott, szerintem nem kellene, hogy döntsön ilyen e, fontos kérdésekben, és a parlamentnek is meg kellene várni a legközelebbi parlamenti választásokat, ahol egy nem hisztérikus hangulatban, és sokkal kiegyensúlyozottabb az ország egysége fejlődése szempontjából megfontoltabb is lehetne hozni a nyelvi kérdésben is. De hát ahogy ismerjük a, a személyiségeket, az aktorokat, valószínűleg nem ez fog következni hanem elfogadják a nyelvtörvényt, vagy elfogadhatják a nyelvtörvényt. Az, hogyha az elfogadás esetében Poroshenko aláírja, ez teljesen nyilvánvaló. Ezáltal megint vakvágányra került az egész dolog, hiszen ezen dolgok következtében a legközelebbi parlamenti választás, egy központi kérdése megint csak a nyelvi kérdések, a történelmi kérdések lesznek, amelyek az ország lakosságát megosztják. Teljesen világosan látszik az, hogy az ország területeinek a 90%-a egy normálisabb politiká mellett állt ki, hiszen ha nézzük a választási térképet, egyetlen megye van eh, Ukrajnában, amely ezen ellenkező eh, álláspontot képvisel, ez pedig Lemberg megye. Lemberg megye pedig nem határozhatja meg az egész országnak a politikáját. Nyilvánvalóan küzdelmek állnak majd előttünk a jövőben, és azonban ezeket meg kell bűnünk annak érdekében, hogy egy normális, élhető országban élhessünk.